táborba és pingpong táborba. Tavaly nyertem tombolán itt egy angol tábort. Az 5-10 perc, amíg együtt festünk, hihetetlen élményt tud adni. Apával, anyával közösen. Harmadszorra jövünk össze egy ilyen vakációváró fesztivál keretében, hogy egy napra mindenkinek vakációt hirdessünk, és hogy megnézhessük azt, hogy mik a családoknak és gyerekeknek az a program, ami a nyáron a legkedveltebb és a legépítőbb lehet testileg, lelkileg. Tenisztábortól kezdve a családi pihegőn át a Piatnik lovagváráig nagyon sok mindent fölépítettünk. Mi azért elég sok olyan projektben vagyunk benne, hál' Istennek, amelyek valamilyen módon kreatívan is megmozgatják a szülőket, a gyerekeket. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak egy üres nyereményjátékról szóljon, vagy egy akcióról szóljon a dolog, hanem valamilyen értelmes dolog is megjelenjen benne, hogy a gyerekekkel, a szülőkkel együtt kreatívan vegyenek részt a projektekben. Álmomban nagy király voltam én. Szeressük őket, legyünk velük sokat együtt, és én úgy gondolom, hogy az olvasás, ha már így kiadóként nyilatkozom, az olvasás ennek egy nagyon jó formája, amikor az ember az ölébe veheti a gyereket, születésétől kezdve szerintem, amint a gyerekként van, lehet neki énekelni, olvasni, verseket mondani. Én azt hiszem, hogy a szülőknek egyre erősebb igényük van arra, hogy a gyerekek, akik sokkal többet nyomkoráznak mostanában, mint olvasnak, hogy egy kicsikét foglalkozzanak mással is, mint a táblagépekkel és az egyéb technikai eszközökkel. Éppen ezért mi is mindenképpen készülünk majd nyári, illetve szünetre szóló ajánlatokkal a részükre. Valószínű, hogy lovastáborban megy a kislányom, jurtában fognak aludni éjszaka. Sok-sok állatot megismernek, ugye ez itt Budapesten, a lakótelepen annyira nem. Szerintem az a jó tábor, hogy sokféle mindent csinálunk, ijászkodunk, meg kézműveskedünk, és ez nagyon tetszik. Nekünk kétféle táborunk van, egy olyan, ami csak nyelvet tartalmaz, ez inkább egy kicsit nagyobbaknak, 10-14 éves korban, ami azt jelenti, hogy délelőtt nyelvet tanítunk, délután pedig ilyen nyelvi projektfeladatok vannak. Például forgatnak egy videófilmet, és akkor a hét végére kész van a videófilm. A másik táborunk az pedig egy nyelvi és sporttábor, itt kombináljuk a nyelvet és a sportot, délelőtt tanulunk, délután pedig sportolunk. Értelemszerűen, ha a gyerekek ezeket a zsugorítókészüléket használják, akkor bevonják a családot, bevonják a környezetüket. Ami palackot kihoztunk, az pillanatokon belül elfogyott, itt most elkezdték már gyűjteni a palackot, de a gyerekek nagyon kreatívan álltak a zsugorítás utáni játékok elkészítéséhez. Én azt gondolom, hogy a legjobb ötlet volt, hogy idejöttünk erre a fesztiválra. Családi pihegőben kisebbek számára szerveztünk programokat, a tanácsadás, a védőnői szolgáltatások, a dietetikusok, a pelenkázó, sőt még babamasszázs is a legkisebbek rendelkezésre áll. Természetesen az idei évben is a Koraszülött Alapítvány támogatja a tombola bevételünk, amire nagyon sok felajánlás érkezett. Reméljük, hogy ismét hozzá tudunk járulni az, hogy gyógyászati segédeszközöket vegyenek. Felelős szülőnek mindenféleképpen az a feladata, hogy hosszú távon gondolkodjon a gyerekéről. Amit most megalapozunk egy 1-2 éves gyereknél, annak nagyon-nagyon nagy hatása van az egész további felnőtt életére. Például, hogyha valaki egészségesen él az életének az első 2-3 évébe, sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy utána beteg felnőtt lesz belőle. Szeretnénk, hogyha most felcseperedő generáció már soha többet nem kellene, hogy féljen a fogászattól, a fogorvostól, és pontosan ezért vagyunk itt is, hogy az első alkalom az egy különleges, az egy kellemes emlék legyen számukra. Remek dolog, hogy itt azért a gyerekeket jobban el lehet engedni. És hát nagyon jók a kiállítások, a kiállítók, kedvesek, látszik, hogy családbarát és gyerekbarát az egész, úgyhogy én nagyon nagy örömmel vagyok itt. Apa, anya és három gyerek, a szuper korog a gyomruk, de kedvük remek.
Rendeztünk egy kívánságok délutánját, amire a gyerekektől kaptunk leveleket, hogy kikkel szeretnének találkozni, mit szeretnének csinálni, olyan dolgot, ami a hétköznapi életüktől távol álló, úgyhogy így meghívtuk a Ripper fivéreket, de ugyanígy itt van Andy, aki a Hooligansből ismert, a Rocksúliával. Tervezzük majd a folytatásban, hogy csak bajnokok, sportolók is részt vesznek ezeken a dolgokon, úgyhogy várjuk a leveleket. Ugye Debrecenben van egy Rocksúli, és én társam a Sóderő debreceni, és ezáltal jött az egész, hogy akkor Budapesten is csináljunk egy ilyet. Itt azon kívül, hogy nagyon komoly tanárok vannak mindenféle hangszeren, ezen kívül egy ilyen életérzést is szeretnénk ezzel átadni, hogy igenis, hogy lelkileg is átérez ezt az egészet. Nagyon régóta gondolkoztunk azon, hogy ezt, amit felhalmoztunk a sok-sok év alatti tudást, hogy ezt hogyan lehetne a gyerekeknek továbbadni, és végül is immáron a hatodik éve, hogy üzemel a Ripper Brothers Mozgás Művészeti Akadémia. Ahol ugye nem csak gyermekeket, hanem vele együtt a szülőket is képezzük. Nagyon sok olyan tanulónk van, akit elhozott az apukája, nézegette az edzést, hogy rájött, hogy ez hoppá neki is jó lehet, és akkor beállt a papa is, és együtt edz az apa a fiával, vagy az anya a lányával. És ez nagyon jó csapaterősítő team building az egész családnak, meg mindenkinek. Mit tehetnék érted, hogy elüzzem a bánatot, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot? Felelős szülők iskolája, mint kezdeményezés, ugye most már 3 éve létezik, és tulajdonképpen mi magunk is felelős szülők vagyunk. Kérdésekre keressünk választ. Hogyan neveljünk boldog gyerekeket? Mit mutassunk meg nekik a világból? Milyen példákat kövessenek? Hogyha otthon jó példát lát a gyerek, akkor azt gondolom, hogy ez befolyásolja az ő további életét. Azt kötelezővé tesszük neki, hogy valamit kell választani, sportba is, tanulásba is. De ő választja meg, hogy milyen sportot választ, ő választ mindent meg. Szeretni kell, és akkor boldognak kell lenni gyerek nélkül is, és a gyerek így megtanul boldognak lenni a családban. Mindenképpen kell azt szerintem, hogy engedjük őket szabadon szárnyalni, szabadon gondolkozni, illetve hát kreatívkodni, hogy ki tudja élni az összes vágyát, amit csak szeretne. Én úgy emelem a gyerekeket, már hogyha ez nevelés, hogy hatalmas szeretettel, meg hatalmas szeretet van az egész kapcsolatunkban. Én egy elég laza apuka vagyok, hogyha ezt így lehet nézni. Én nagyon odafigyelek, de én nem tudok annyira kőkemény lenni, mert nem olyannak születtem. Én azért nagy csomó dologban hagyom őket, hogy érvényesüljenek. Gumba, 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 hey!